A hátizsákok mellett a túrabotok sem maradtak otthon, egy születésnapot ünneplő társaság pedig színes lufikkal várta a kirándulást az Erzsébet téren. A 6 kilométeres, könnyed kirándulásra olyanok is vállalkoztak, akik amúgy a szabadidejükben 20-30 kilométereket megtesznek. Annyira szeretik a természetet. A csendet, a madarakat, a fákat, az erdőt nagyon-nagyon imádok ott bent lenni, nyugalom van, és felszabadult az ember. Annyira jól érzem magam kint a természetben. A Gyalogló Világnap alkalmából minden évben meghirdetik a közösségi sétát, amelyhez szívesen csatlakoznak a kanizsaiak. Az iskolában mondták, hogy lesz ez a rendezvény, és azért csatlakoztam hozzá, mert ugye hát pláne a mai világban én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem mindig autóval járjunk, hanem gyalogoljunk is, és hogy képviseltessük magunkat, akár fiatalok is ezen a rendezvényen, sőt, inkább fiatalok, hiszen ez a mi generációnak úgy gondolom még fontosabb, mint az idősebbeknek, mert sokkal mozgásszegényebb életmódot folytatunk. A program egyrészt az egészséges életmódra, másrészt a generációk közti kapcsolatteremtésre is felhívja a figyelmet. Amikor kézen fogjuk a gyermekünket, unokánkat, vagy épp a feleségünkkel, azt mondjuk, hogy teszünk egy néhány kilométeres sétát, és tudjuk, hogy az milyen jó. Mert hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, örömteli pillanatok, annyi boldogság hormon termelődik ilyenkor az emberben, hogy csuda. Utána könnyebben éljük az azt követő órákat, napokat. A túrázók körülbelül egy óra alatt értek a csónakázótóhoz. Az önkormányzati vendégháznál rövid pihenő várt rájuk, majd a program sportos részét levezető tornával zárták a résztvevők.